Macskovics Martin vagyok, szabad ki a jevezés, és ott leszek a tokiói olimpián. A lucerni világkupán aranyérmet szerzett Milos Vasics és Macskovics Martin. Ja sam Vasics Miloš, reprezentativac Srbije u veslanju, učesnik olimpijskih igara u Tokiju. Bronzérmes a Macskovics-Vasics páros az evezős Európa bajnokságon. Arannyal tért haza a Plovdivi evezős világkupáról Macskovics Martin és Milos Vasics. Szabadkai vagyok, a legfiatalabb gyerek a családban, van egy idősebb bátyám és egy idősebb nővérem, és ugye gyerekkorunk óta sok sportot próbáltunk ki a tesómmal, ugye főleg a bátyámmal, és én ugye mindenhol követtem. Hét-nyolc éves lehettem, amikor először kimentem a Palicsi Evezős Klubra, és valahogy beleszerettem az ottani környezetbe, beleszerettem a vízbe, nem tudom, valami nagyon megfogott ott a klubba, és azóta csak követem ezt az utat, azóta ezt az utat járom. Ja inače dolazim iz veoma malog mesta Donje Trešnice, to je selo kod Malog Zornika i bio sam osmi razred gde su iz Veslačkog kluba Partizan i Veslačkog saveza Srbije tražili talente za olimpijske igre London 2012. I ja sam bio osmi razred, samo se pojavili na času srpskog jezika trener i kao doneo veslački ergometar i rekao kao to vam je veslanje, sad ćemo da vas testiramo, da vidimo kao ko ima potencijala za veslanje. Kad je saopštio kao da je to veslanje, ja stvarno nisam znao da taj sport uopšte postoji. Zašto je Parivas nađo amatör volat, ugye, először túl kicsi voltam, 7-8 évesen még azért nagyon korai elkezdeni evezni. Általában ilyen 14-15 éves korban lehet ajánlat elkezdeni. És én nagyon kicsi voltam még, ugye az első 3-4 év az inkább csak ilyen játék volt. To je bilo negde leto 2006. godine i oni su javili da je nas četvorica sa opštine pozvano na veslanje i primljeno. I kao oni će da brinu od nama, krenut ćemo u Beograd u školu, pisat će nas oni u školu, brinut će od nama gde ćemo da spavamo, gde ćemo da jedemo. Bilo je ovako malo nestvarno i čudno, ali pošto sam već imao u Beogradu brata koji je bio stariji, već je bio godinu dana u školi, tako da je nekako uz pomoć njega sve to lakše bilo doneti odluku i da odem od roditelja sa 15 godina i da krenem u sve ovo. Olyan 15-16 éves koromban lehettem itt Beogradban először, és megéreztem azt a versenyen, hogy a többieknek ilyen vicc témája vagyunk. Az ellenfelénk úgy néztek ránk, hogy látszik, csak a palicsiak nagyon bénák, ők úgyse lesznek jók, és ez valahogy nagyon megmaradt bennem, és akkor eldöntöttem, hogy megpróbálom kicsit komolyabban csinálni a sportot. Bilo je jako teško, u početku je baš bilo teško, došli smo u Beograd, krenuo sam u građevinsku školu, međutim, uspeo sam nekako da prebrodim tih prvih 4 meseca gde je bilo stvarno jako teško i bilo je trenutak kada sam teo da odustanem i da se vratim kući, da ne veslam više, ali mislim da sam tu negde na prvom polugodištu škole uspeo da prelomim i da zavolim ipak veslanje i odavde sam dobio iz kluba veliku podršku i ljudi su stvarno videli i prepoznali da u meni ima neki talenat. Édesanyikám magyar, apukám bunyavác horvát, szóval elég érdekes volt így felnőni Szabadkán. Szerintem már nagyon korai éveimtől ki voltam téve annak, hogy több kultúra van, több nyelv, és ez nagyon nagy plusz volt szerintem már a korai évektől.
eléggé jól teltek az általános iskola éveim, jól teltek, ugye magyar tagozatra jártam, aztán középiskolában a Kosztolányi Dezsőbe jártam, szintén ugye a nővérem és a bátyám, itt meg kicsit kezdtem komolyabb képet alkotni a világról, nagyon jók voltak azok az évek, nagyon szerettem abba az iskolába járni, és amikor befejeztem a Kosztolányit, akkor meg kellett hoznom egy döntést. Azon gondolkoztam, vagy gondolkoztam ugye a szüleimmel, hogy próbáljak-e meg itt maradni valahol Szerbiában, Magyarországon, és próbáljak-e meg inkább valami jó egyetemre bekerülni, vagy sportolni. De úgy érzem, hogyha itt maradtam volna Európába, Magyarországon vagy Szerbiába, akkor nem tudtam volna evezni is, és tanulni is egy magasabb szinten, és akkor jött ez az opció, hogy kimennék Amerikába. ...2014-2018-ig ott tanultam, Kaliforniában, a University of California Berkeley Egyetemen. Egy óriási tapasztalat volt, a legjobb döntés, amit hoztam életemben, az volt, hogy kimentem oda. Kad se vratio već iz Amerike i došao u grupu i kod nas da trenira u klub i sve. I 2019. kad se Nenad povredio, mi smo seli iznenada u dvojac i stvarno to na prvu ruku se pokazalo jako dobro. I već na prvom svjetskom kupu u Plovdivu smo uzeli zlatnu medalju. Az volt a célom, hogy a legjobb hajóba legyek. És eddig a Milos volt a legjobb hajóban egy másik srácsa, és nekem ugye az volt a célom, hogy elvegyem a helyét ennek a másik srácnak, mert lehet, hogy nem a legjobb, de hát ilyen a sport. És én csak törekedtem, edzettem, javultam, fejlődtem, és eljutottam egy olyan pontba, hogy az volt a leglogikusabb, hogy a Milos meg én összeüljünk. Mislim, de Martin je jako dobra osoba i jako dobar sportista i mislim da se jako dosta poklapamo po kakvog smo karaktera i jedan i drugi smo jako dosta energični i stvarno smo veliki trkači i mislim da se tu zato čamac ide, stvarno se dobro poklapa i on je neko ko stvarno hoće da trenira i ko hoće da grize i da uvek bude što bolji. Kellően hasonlók vagyunk, de kellően mások is különböző dolgokban. Szerintem elég jól megértjük egymást a hajóban, ami nagyon fontos, hogy a hajón kívül is elég jó kapcsolatunk van tényleg. Ő ilyen kicsit idősebb, mentorszerű egy pár dologban, de szerintem bennem kicsit nagyobb a tűz, ő meg kicsit stabilabb és erősebb pár dologban, és akkor ez a kettő kombináció szerintem eléggé jó dolgokat tud hozni. Dole kad je bez okretanja, drži pun kraj. Moj neki moto za da budeš uspešan i da budeš dobar je sigurno da moraš stvarno da budeš požrtvan i da moraš mnogo da radiš i pogotovo u svakom sportu, a pogotovo u individualnom sportu, sve zavisi od samog sebe. I znači ja mislim da se uvek rad, red, disciplina na neki način i u nekom vremenu isplati. Nagy hívője vagyok annak, hogy tényleg az egész évi munka gyümölcse az érem és az a verseny, ugye az a 6-7 perces verseny, az csak a gyümölcse az egész évi munkának. Szóval az edzés hívője vagyok, és szerintem ott kell megnyerni az érmet. Imao sam i ja perioda kad izgubiš malo motivaciju i negdje ja sam napravio neku promjenu u svom odnosu malo prema treningu. Možete si da sam do 2016. bio ovako dosta
dosta samo u treningu i da nisam uopšte imao neke druge stvari sa strane. Onda sam malo napravio neku promenu u svojoj glavi 2016. godine i kad sam upoznao i svoju suprugu sadašnju, ona isto iz sveta sporta, iz košarke, Sonja, i nekako smo ono jedno uz drugo i ja sam uz nju nekako krenuo da ostao sam stvarno posvećen mnogo i treningu, ali opet sam otvorio i neke druge vidike i nije samo trening to što ti treba samo da radiš. Naravno, to je obaveza koju moraš da radiš kako treba, budeš posvećen, ali neke stvari sa strane moraš ipak da se baviš i drugim stvarima i to je nešto što me tu negde u tim godinama napravilo, mislim, promenu u mojoj glavi i u mom odnosu prema treningu i samo sam posle toga dobio još neku dodatnu energiju za dalje i dalje motiv za treninge i za takmičenje. Én úgy gondolom, hogy kell legyen egy cél a jövőben, ugye legyen az olimpia aranyérem, vagy akármilyen másik cél, az embernek ugye le kell ülnie, kigondolnia, azt elképzelnie a jövőbeli célt, és akkor minden nap azért kell dolgozni. Hogyha van egy csillagunk, amire felnézünk, hogy az a fő cél, az a csillag, akkor csak minden nap dolgozunk a kis dolgokon, hogy eljussunk oda. Gyerekkorom óta mindig is magyarnak éreztem magamat, ugye az volt a normális, otthon is főleg magyarul beszéltünk. Palicsi klub, ugye, akinek a tagja voltam, ők jártak magyar versenyekre is, horvát versenyekre is, meg szerb versenyekre is, de leginkább szerb versenyekre jártak, azért, mert mégiscsak a szerb szövetségnek a része voltak. És akkor valahogy így kezdődött ez az egész dolog, hogy mikor elkezdtem kicsit komolyabban foglalkozni az evezéssel, akkor az első opció az a szerb válogatottak, mert a Palicsi klub mégiscsak Szerbiában van. Ugye minden évre csak jobban és jobban bevonzott Beográd, és jobban és jobban bevonzott a szerb vezés. Úgy érzem, hogy az a legjobb döntés volt, hogy itt maradtam, mert itt megvannak a körülmények ahhoz, hogy el tudjunk valamit érni. Što se tiče trke, gledamo da od početka trke budemo fokusirani na svoj čamac. Ja sam intervjuo, kada zemlja je kičit fiatalab, ako je kičit hektikušoban iš evez, me nema njera, ninč njera šok tudaša meg, iš tebet njezi o tebijeket, uđe vešen kezbe, jobra, barra, kimere van, da ahođu je zemlja fenlil, meš megir, rajon ara, hoć čak moga elen vešenci ikazabal, iš a legfontošab dolog az, hogy a mi fejünk a mi hajunkba legyen. Mi ja i Martin volimo ovako sa strane da gledamo, ali to je ono nešto psihički što o čemu smo dosta pričali, o čemu smo razmišljali i prethodne periode, prethodne trke i stvarno sada gledamo da prvih 500-600 metara znamo šta treba da uradimo u startu i tu se ne rešavaju trke i tu treba budeš fokusiran na svoj čamac, svoj zaveslaj, šta treba da radiš i da pokažeš to u najboljem svetlu. Semmi maš nem létezik, čak mi ketten a hajóba i evezünk minél gyorsabban. Ismét negatív rekordot döntött Szerbiában a napi új koronavírus fertőzöttek száma. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vasárnap rendkívüli ülést hívott össze. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják. Međutim, samo ova godina koja se desila sa koronom nam je nekako, mislim da nam je pomogla i da smo mi sad već kao ekipa dosta iskusniji i dosta smo se ovako našli svoje prave mere i da sad se samo na pravi način smo se složili i napravili ozbiljne rezultate ove godine i stvarno mislim da u Martinu vidim
jako dobrog partnera i najboljeg do sada stvarno i mislim da smo ozbiljan kalibar za najveće domete kako sada na olimpijskim igrama, tako i za budućnost. Ugye, nagyon hosszú volt ez a felvezetés, 2019-ben kvalifikáltunk, ugye az a tavalyi 2020-as év el lett halasztva az olimpia, de most már tényleg úgy érzem, hogy itt vagyunk a legvégén, hogy már nagyon közel van. Ovo će biti moje treće olimpijske igre i mislim da sam na prvim olimpijskim igrama u Londonu sam bio jako mlad i samo učešće tamo bio je ogroman uspeh. Znamo da svi sportisti žive za olimpijske igre i eto ja sam sa 21 godinu već bio učesnik olimpijskih igara. Druge olimpijske igre u Riju su bile, nismo bili zdravstveno spremni, imali smo raznih problema kroz pripreme. E sad mislim da sam ove godine i ove olimpijske igre nekako sazreo u glavi psihički i fizički i stvarno imamo dobre rezultate. Mindenféleképpen az aranyra megyünk, ugye a fő célunk az, hogy megnyerjük az olimpiát. Én tudom, hogy egy valamelyik jövőben az lehetséges, most kérdés, ez meg fog-e történni, de biztos vagyok benne, hogy ott leszünk, küzdeni fogunk, és én hiszek abban, hogy elsők is lehetünk, de meg lennék elégedve a harmadik helyen is. Mislim da smo napravili veliki skok, a sigurno da ove moje treće olimpijske igre me motivišu da na njima napravim najbolji rezultat i posle svih ovih rezultata od ove godine i kako se ja osjećam, mislim da mi je to motiv da se ovde pokažem u najboljem svetlu i da pokušam da dođem do svog odličija na olimpijskim igrama i to je odličije koje mi nedostaje u mojoj karijeri. A fő cíl među olimpijai igram, úgy érzem, hogy anélkül nem tudnám otthagni az evezést. Ezt úgy érzem, hogy el kell érnem is. Azelőtt nem fogok megállni.